Köszöntöm nézőinket, Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 250 millió forintos beruházás, útfelújítás Őcsényben. Ünnepélyes mesterlevél, átadó a kamarában. Nyílt nap Szekszárdon. A Bezerégy István Technikum fogadta a pályaválasztás előtt álló tanulókat. Apáczai Csere János Dombóvár, vasúti képkiállítás. Felújított külterületi utat adtak át Őcsényben. Az eseményen köszöntött mondott Fülöp János, a település polgármestere, és Horváth István, Tolna vármegye egyes számú választókerület országgyűlési képviselője. 250 millió forintos beruházást adtak át Őcsényben. A 3 kilométeres, egysávos, aszfalt kopó réteggel és zúzott kőpatkával rendelkező külterületi út a Bethlen Gábor utca folytatásaként épült. A fejlesztés érint telephelyeket és több, mint 2000 hektárnyi szántóterületet, mondta Fülöp János, Őcsény polgármestere. Azt gondolom, hogy most a mezőgazdaság egy picit ez az idei év nem volt egy nagyon sikeres év a terményárak alakulása miatt, de azt gondolom, hogyha az önkormányzat hozzá tud járulni a gazdálkodóknak ennyi pénzzel, hogy kicsit az infrastruktúrát tudjuk fejleszteni, tehát azt gondolom, hogy ez nagy segítség a gazdálkodóknak is, meg az önkormányzatnak is. Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Államnak a támogatását, hogy ennyi pénze hozzájárult ehhez a beruházáshoz. Bízunk benne, hogy tudjuk folytatni továbbra is ezt a lehetőséget. A polgármester hozzátette, a Keselyűsi útnál is folyik egy hasonló beruházás, ami majd Bogyiszlóval köti össze a települést. A mostani külterületi út 2 hónap alatt készült el. Közbeszerzési eljárást is le tudtuk folytatni egy másfél hónap alatt, és a kivitelező, a Solcut is 1-2 hónap alatt elkészült az úttal szerencsére. Picit belecsúsztunk már az őszbe, de azért azt gondolom, hogy jó minőségi útat tudtunk csinálni. Egy 15-20 évig biztos, hogy a gazdákat érdekét fogja szolgálni, és tényleg jó minőségi útat tudtunk csinálni. Én köszönök mindenkinek a segítséget, meg a támogatást. Horváth István országgyűlési képviselő szerint a mezőgazdasági munkák elvégzése miatt fontos volt az út korszerűsítése. Egy példaértékű beruházás valósult meg itt Őcsényben, ebből a közel 3 kilométer külterültnek a megépítésével, amely lehetővé teszi több mint 2000 hektár szántó területnek a megközelítését. Itt a sár közben magas talajvíznél nagyon nehéz művelni esős időszakokban a területeket. Azoknak a területeknek a megközelítése is nagyon komoly nehézséget okoz a gazdáknak, és sok esetben a rossz utaknak köszönhetően nem tudták időben elvégezni a mezőgazdasági munkákat. De ezáltal, hogy ez az út most megépült, ma lehet azt mondani, hogy az őcsényi gazdák egy nagyon fontos támogatást kaptak a vidékfejlesztési programból, az önkormányzaton keresztül. A felújítás a vidékfejlesztési program pályázatán keresztül valósult meg. A település célja a jövőben további 3 belterületi út helyreállítása is. Megjelent a CSOK Plusz új otthonteremtési program részletszabályai tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A jövő év január 1-től elérhető kedvezményes hitelkonstrukció gyermekvállalás előtt álló és már gyermekes házaspárok egyaránt igénybe vehetik, ha újabb gyermekeket szeretnének, szerepel a tárca közleményében. Az akár 50 millió forintos legfeljebb 3%-os kamatú hitel az ország teljes területén igényelhető. A kormány kiemelt célja minden támogatást megadni ahhoz, hogy a vágyott gyermekek megszülessenek, és a családok feje fölött biztos tető legyen, közölték. A kormány meghosszabbítja a kamatstoppot mind a kis és középvállalkozások, mind a családok számára. Továbbá a diákhitel esetében, jelentette be Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A tárcavezető elmondta, a kamatstopp mintegy 30 ezer vállalkozást és 300 ezer családot érint a kis és középvállalkozások számára. Április 1-ig tolják ki a kamatstoppot, a családok és a diákhitel esetében pedig 2024. július 1-ig hatályos az intézkedés.
Emlékeztetett, a kis- és középvállalkozásokat eddig már 80-85 milliárd forinttal segítette a költségvetés a kamatstoppal, ami egy vállalkozásra vetítve mintegy 2,5 millió forintot jelent. A lakossági kamatstoppal pedig mintegy 160 milliárd forinttal segítették a családokat, az intézkedés átlagosan 420 ezer forint megtakarítását jelentette családonként, ismertette Gulyás Gergely. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara 2023 nyarán szakásszakmában indított mesterképzést. A képzés és a sikeres vizsgák után ünnepélyes keretek között átadták a mesterleveleket, amelyeket 8-an vehettek át. A mai nap egy lezárása annak a hosszú folyamatnak, amely 5 hónapja július elején kezdődött. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara 2023-as évében szakács szakmában szervezett mestervizsgát és mestervizsgára felkészítő képzést. Idén is megrendezésre került kamaránknál a mesterképzés és vizsgáztatás a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, amelyet minden évben megszervezünk, és tulajdonképpen állami feladatunk. A célja az, hogy duális képzőhelyként oktató vállalkozásokat elősegítsük a mestercím megszerzésében. A már duális képzésben oktató szakembereket, akik kamarai gyakorlati oktató tanúsítvány rendelkeznek, szeretnék főként segíteni a mestervizsga megszerzésében. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, július hónapban kezdtünk, és novemberig tartott. Ez mind a képzésben résztvevőknek, mind az oktatóknak, mind pedig nekünk egy hosszú, áldozatos folyamat volt. A képzésben résztvevők pedig ugye nagy kitartásukról, szorgalmukról tettek tanúbizonyságot. Idén 8 szakember bizonyította, hogy érdemesek a mestercímre. A mestervizsgán több követelménynek is helytáltak a jelöltek. Az egyik ugye finger food ételekkel kellett készüljenek, a másik pedig ugye egy meleg ételsorral kellett készülni. Nagyon szép munkák születtek, és ezáltal mindenki eredményes vizsgát tett nálunk. Az interaktív vizsgákon pedagógiai, módszertani, vállalkozásvezetési és szakmai ismereteikből adtak számot a jelöltek. A mesterlevél megszerzése legfőképp az motivált, hogy diákokkal tudjak foglalkozni, és éttermünkben minél több tanulót tudjunk kinevelni. A két napon keresztül zajló gyakorlati vizsga során bizonyíthatták rátermettségüket és tudásukat. A mesterlevél megszerzése, mint az előbb a kollega is elmondta, nálunk is a tanulók fogadása miatt volt fontos, és ezen a területen szeretnénk kamatoztatni az itt megszerzett tudást. Mestervizsgára általában 5 év gyakorlat után lehet jelentkezni, ezért is fontos szakmai mérföldkő a mesterlevél megszerzése. A Garai Gimnázium 11. és 12. osztályos francia nyelvet tanuló növendékei, a TMSC Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola cukrászműhelyében tartották nyelvórájukat. A diákok eredeti francia receptek alapján kizárólag idegen nyelvi kommunikáció mellett készítettek sós pitetortát és francia almatortát, közölte az intézmény közösségi média bejegyzésében. Adventi civil bőrzét rendeztek Szekszárdon. Az adományokat a szekszárdi nagycsaládokban élő rászoruló gyermekek részére gyűjtötték. A programon részt vett több óvodai és iskolai csoport. Az eseményen beszédet mondott Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, aki az adományozás fontosságáról szólt. Észreveszünk azt is, ami a mindennapok rohanása során elkerüli figyelmünket. Feltűnik az elesettség, meglátjuk a segítségre szorulást, még akkor is, ha nem torokodik elénk erőszakosan. Természetes, hogy az ember ilyenkor adni törekszik, mert adni jó. Nyílt napot tartott a Tolna vármegyei szakképzési centrum Bezeréd István Technikum Szekszárdon. A tájékoztatót követően az érdeklődő diákok órákat és szakmabemutató műhelyeket látogathattak. A Tolna vármegyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikum nyílt napot rendezett a pályaválasztás előtt álló érdeklődő diákok számára. Az eseménnyel egy időben szakmai és állásbőrzét is tartottak. Köszöntőt mondott Dömötör Csaba, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárja, aki beszédében a pályaválasztás fontosságát emelte ki.
A nyílt nap folyamán a tanulók különböző órákon vehettek részt, majd ezt követően szakmabemutató műhelyeket látogathattak. A kereskedelmi szak programján a területtel kapcsolatos feladatokat végezhették a diákok. Ilyen például ugye a termékek beárazása, itt használhatják a kétsoros árazógépet, aztán a beárazott terméket beüthetik a pénztárgépünkbe, illetve egy kis áruismereti feladatot is megcsinálhatnak. A műhelyekben az iskola jelenlegi diákjai segítették az ide látogató tanulókat. Bájer Franciska Andrea, a Bezerédi iskola tanulója, elégedett az intézményben működő szakmai oktatással. Elég érdekes. Az elején én féltem tőle, hogy nem fog tetszeni, de végül meglepett, és nagyon jó. A tanárok is kedvesek. Meglepődtem, hogy a tanárok kedvesek, általában nem szoktak azok lenni, és érdekessé tudják tenni a tanítást. Egy másik teremben különböző játékos, logisztikai feladatokat végezhettek a fiatalok. A gyerekeknek 4 játékkal készültünk, 2-nél a játékjárművek közül ki kell választaniuk, hogy melyiknek mi a neve. Aztán a táblán, hogy vontató vagy vontatott járművek, ezeket kell csoportosítaniuk, raklapra kell feltenniük az építőkockákat, nyilvánvalóan biztonságosan, úgyhogy minél több kocka elférjen a raklapon. A napzárásaként a résztvevők nyereményekkel távozhattak. A Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár idén is megrendezte a Repülés a mesék szárnyán népek meséi mesemondó versenyt általános iskolás diákoknak. A versenyzők Szekszárdról, Mecseknádasdról és Bonyhádról érkeztek. A fiatalokat 2 korosztályra osztották. Az első másodikosok között Sebestyén Boldizsár, a harmadik 8. osztályos korcsoportban Acsádi Kamilla végzett első helyen. Beke Hanna külön díjban részesült. Nagymányokon is felállították a település karácsonyfáját, közölte a Nagymányoki Művelődési Központ közösségi oldalán. A fenyőt Kvel Marianna ajánlotta fel. A fán láthatók már kisebb díszek, de szívesen fogadnak még továbbiakat, amivel még szebbé tehető a látvány. A fenyő ki is lesz világítva, várhatóan pár napon belül, tették hozzá. Vasúti képkiállítást tartottak Dombóváron a Tolna vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégiumban. A fotókat Oller Robert hobbifotóművész készítette. A fotóművész a Dombóvári Vasút fűtőházánál dolgozott. Munkája során merített ihletet a különböző fotók elkészítéséhez. Vasúti pályafutása során együtt élt a mozdonyokkal, és ez felkeltette érdeklődését, így megörökítette a szerelvények életét 1-2 pillanatképpel. Az Apáczai Csere János iskolával közvetlen kapcsolatban volt, mivel a vasúti szakos osztályoknak adta át tudását, élettapasztalatát oktatási szinten, mondta Lőce Tibor, az intézmény igazgatója. Iskolánkban nagyon nagy tradíciója van a vasúti képzéseknek, jelenleg is folyik nálunk ilyen képzés, és az ország minden pontjáról jönnek nagyon elhivatott diákok, akik nálunk tanulnak. Aki a fényképet készítette egyébként, ő is régebben egy ilyen képzésben tanított nálunk, és nagyon örülök neki, nagyon megtisztelő számunkra, hogy itt helyet kapott nálunk ez a kiállítás. Főleg az elhivatott vasutas diákok, biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekesnek fogják találni. Oller Robert megörökítette és életre keltette a mozdonyok világát. Fotói végig kísérik az első sínre állást az utolsóig. Hát nagyon megtisztelő számomra, hogy kaptam ezt a felkérést az iskolától, és bemutathatom itt a vasúti pályafutásom során elkészült fényképfelvételeimet. Javarészt a hobbi találkozik a szakmával, a fényképeken ez visszalátható. A járműparknak a felújítása, karbantartása, valamint az egyes járműveknek az életútja, annak a megörökítése, és egyes vasúti járműveknek a természettel való összekapcsolódása látható javarészt a képeimen. Hobbiként fotósként dolgozom, és hát a hivatásom, a szakmám az találkozik a munkámmal is. A kiállítás hasznos lehet azoknak a diákoknak, akik a vasúti pályafutást választják. A fotók segítségével belelátnak a múltba és a jelenbe, a mozdonyok életébe, és a fejlődés világába. Regionális híreink következnek. Újabb baranyai értékek támogatott fejlesztések. Ülésezett a baranyai képviselőtestület. 1,6 milliárdos fejlesztések Siófokon. Egész napos pedagógus konferencia az MCC szervezésében. Előadás az ókor és a mai iskola kapcsolatáról.
Beszámolók, új elemek a Baranyai Értéktárban, fejlesztési elképzelések. Ezek is napirenden voltak a Baranya Vármegyei Közgyűlés csütörtöki ülésén. A képviselők idei utolsó rendes testületi eseményüket tartották november utolsó napján. A tervek szerint februárban folytatják munkájukat. A Baranyai Önkormányzat elnökét hallgatják a képviselők a Vármegye dísztermében. Idei utolsó rendes ülését tartott a Baranyai Közgyűlés csütörtök délelőtt, amelynek keretében elfogadtuk az idei évre vonatkozó tájékoztatókat, beszámolókat. Döntöttünk fejlesztési kérdésekről, két új falu és 70 hely település többlet támogatási igényét támogatta a közgyűlés egyhangú szavazati aránya, ami azt jelenti, hogy amennyiben a kormány is támogatja ezeket az igényeket, akkor lehetőségük lesz azokat a több 10 milliós plusz forrásokat megkapni, amelyek szükségesek a településeken, két településen futó fejlesztési projekteknek a sikeres lezárásához. Meghallgatták még a Baranyai Értéktárról szóló beszámolót is. Ebből kiderült, milyen újabb védendő értékek kerültek be a listára. Csak néhányat kiemelek közülük. Az idei évtől Baranya Vármegyei érték a tenkes kapitánya kultusza, amely mindannyiunk szívét megmelengeti, hiszen szép emlékeket őrzünk, de örülök annak, hogy az Abaligeti barlang és más természeti Dunadráva Nemzeti Park más természeti értékek is bekerültek a Baranyai értékek közé, és rögzítettük azt, hogy van még munka bőven, hiszen a kincses Baranya, mi szülőhazánk, az értékek tárháza, tehát ennek a munkának a következő évben is folytatódni kell. A csütörtöki ülés után már csak jövőre találkoznak a tervek szerint rendes ülésen a baranyai képviselők. Várhatóan február 15-én lesz a következő testületi ülés a Baranya Vármegyei Önkormányzaton. Több mint 1,6 milliárd forint összértékű topos pályázati forráshoz jutott Siófok. A támogatásból a Krúdi sétány, a Rózsakert és az Isztria sétány, valamint az Orgona utcai strand fejlesztése valósulhat meg. A siófokiak régiáma valósulhat meg az elnyert pályázatokkal, fogalmazott a város alpolgármestere a projektnyitó rendezvényen Siófokon. Molnár Anita hozzátette, a fejlesztések nem csak az itt élők, de a Siófokra látogatók tetszését is elnyerik majd. Mi nagyon örülünk ennek a fejlesztésnek, és remélem, hogy a város lakói is, és a hozzánk látogató turisták is örömmel tudják majd ezt használni, illetve együtt örülnek majd velünk, amikor ez majd készen lesz és meg tud valósulni. A magyar kormány annak ellenére támogatja a projektet, hogy az ehhez való uniós forrást még Magyarország nem kapta meg, fogalmazott Vicman Mihály országgyűlési képviselő, aki hozzátette, az Orgona utcai strand fejlesztése a jövő év végén, amíg a másik két projekt 2025. júniusára kell, hogy elkészüljön. A legnagyobb fejlesztés csaknem 1 milliárd forint a Krúdi sétányon valósul meg. Ez azért volt egy fontos vállalás, egy fontos cél. Nekem most egyőség képviselőnek is, hogy lehetőség szerint a törvény adta keretek között minden lobbyerőt vessünk be ennek a pályázatnak az elnyerése érdekében, mert hát elég furcsán néztünk volna ki, hogy jövő tavasszal átadjuk a most már tulajdonképpen műszakilag teljesen elkészült 20 milliárd forintos állami beruházásban megvalósult Sió zsilipet, ami ugye egy leeresztő, vízleeresztő és egy hajózási zsilipet is magába foglal, nem csak egy infrastruktúrális elem, hanem a Balaton legnagyobb fejlesztése és egy turisztikai látványosság is lesz, és elég furcsán nézett volna ki a jelenlegi állapotában ott lévő Krúdi sétány mellett, ezért nagyon boldog vagyok, hogy tulajdonképpen ezt a lenti részt, amit én azt hiszem, hogy talán az Isztria sétány átadásán úgy apostrofáltam, hogy a város északi főbejárata, vagy a város északi kapuja, ezt lehet egy komplex rehabilitáció keretében fejleszteni, köszönhetően ezeknek a támogatásoknak, hiszen gyakorlatilag a Sió zsiliptől a Krúdi sétányon keresztül ott a kikötő környéke, Rózsakert, Isztria sétány új modern köntösbe fog tudni öltözni. Az uniós ciklus támogatásainak felhasználása kapcsán a Vármegyei Önkormányzat egy teljesen új struktúrában kezdte el az előkészítést, fogalmazott Szajc Adrián, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke. A kollégáim, a Vármegyében lévő dolgozók, projektmenedzserek Somogy Vármegye összes települését végigjárták, felmérték az igényeket, a fejlesztési elképzeléseket és műszaki dokumentumokat is készítettek ezekről. Ezzel azt szerettük volna megalapozni, hogy a korábbiakkal ellentétben a mostani európai ciklus kapcsán egy
jó kapcsolaton, együttműködésen és egy szakmailag megalapozott munkával, megerősített bázissal álljunk neki ezeknek a munkálatoknak, és azt gondolom, hogy most már eredményként ezt nyugodtan elmondhatom, hogy a idei ciklus, Európai Uniós ciklus kapcsán Somogy vármegye tekintetében több mint 70 milliárd forint áll rendelkezésre a fejlesztésekre, és ezeknek a 85%-át Somogy vármegye közgyűlése döntésekkel már lekötötte, és ezzel országosan is az első három vármegyéhez tartozunk. A siófoki fejlesztések várhatóan a közeljövőben megkezdődhetnek majd. Egésznapos pedagógus konferenciát rendezett a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központja. Előtérbe került a projekt alapú kutatás és a mesterséges intelligencia térnyerése. A napot egy történész előadásával zárták, amikor is az ókori Róma mai üzenetéről beszélgetés is történt a hallgatósággal. Lezárult az MCC által szervezett pedagógus konferencia. Baranya vármegye szinte valamennyi területéről érkeztek tanárok. Egy kiváló ívet zárt a konferencia, hiszen azzal kezdték, hogy az oktatási hivatal beszámolta a legfrissebb fejleményekről, olyan segédanyagokról és felületekről, amelyeket használhatnak a pedagógusok. Majd következett Fegyverneki Gergő nagyon interaktív előadása, és folytatódott aztán délután az Ifjúságkutatóintézetünkkel, illetve Tanuláskutatóintézetünkkel. A téma ugye az volt, hogy projektalapú oktatás és mesterséges intelligencia, és ez pont az a témakör, ami most nagyon foglalkoztatja egyébként nem csak a pedagógusokat, hanem úgy gondoljuk, hogy a diákokat is. Tehát egy az igazi kihívás, és egy nagyon élénk diskurzus alakult ki. A program vitával beszélgetéssel zárult, amikor is egy ókor történész dr. Grül Tibor azt feszegette hallgatósága előtt, hogy a legmodernebb technológiák mellett az ókorból mit is tanulhatunk, illetve melyek azok a dolgok, amelyek a mai napig velünk vannak, és a görögöktől vagy a rómaiaktól örököltük. Nagyon-nagyon fontos az ókor, hogy más ne mondjak, a kereszténység gyökerei teljes egészében az ókorban nyúlnak vissza, a judaizmusnak a gyökerei teljes mértékben az ókorra, ráadásul nem is a római korra, hanem még annál korábbi időszakra nyúlnak vissza. Márpedig ezeknek a gyökereknek az ismerete nélkül én úgy gondolom, hogy egyik világvallás sem igazán érthető. És ugye most is a mi tankönyveinkben és a mi célkitűzéseink között nagyon erőteljesen szerepel például a kereszténységnek a megismertetése a fiatalokkal. A történész annak a híve, hogy az ókorról is, mint ahogy minden korszakról, friss tudást kell adni a diákoknak. A tartalom rendkívül fontos, és azt érdekesen kell elmondani, továbbadni számukra. Az ez során számos kérdés, hozzászólás érkezett a professzor felvetéseihez. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit, még egyszer röviden. 250 millió forintos beruházás, útfelújítás Őcsényben. Ünnepélyes mesterlevél, átadó a kamarában. Nyílt nap Szekszárdon. A Bezerégy István Technikum fogadta a pályaválasztás előtt álló tanulókat. Apáczai Csere János Dombóvár, vasúti képkiállítás. Szombaton ismét ciklon érkezhet, sok felhőre és főként délutántól egyre több felé csapadékra, esőre, de a Dunántúlon jellemzőbben havazásra van kilátás. Délkeleten felerősödhet a szél. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!